Dobrý deň. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Vy говорите по-русски? Немножко. Немножко, немножко. Я думаю, вы учитель? Я был учителем физкультуры. Физкультуры? И русский язык? И русского языка, но... Русского языка? Главное, самое главное, физкультура была. Hát azért, hogy a nézők is, akik esetleg már kimaradtak az orosz tanulásból éltsék, nem véletlenül mondtam a polgármester úrnak, hát egyrészt, hogy oroszul köszönünk, meg hogy a tanár, mondta is, hogy tanár volt, méghozzá testnevelés és orosz szakos. Hogyan emlékszik vissza ezekre az időkre? Hát életem egyik legboldogabb időszaka volt nyilván főiskolára járni, és a főiskolások életét élni. Az, hogy az első számú kedvenc az a testnevelés volt, azt taglaltam orosz nyelven is, de igen, egyáltalán nem bántam meg, hogy belém vertek némi orosz nyelvtudást is, és ennek kapcsán nyilván a szláv nyelvi környezetben eléggé jól el tudok boldogulni, tehát használt vehetem, és vallom azt a hitvallást, hogy ahány nyelv, annyi ember. Ez így van, úgyhogy hát ebből most már rögtön kiderült a sport szerete, tehát nem véletlen a testnevelés. De hát aztán ez a későbbiekben is folytatódott, mert hogyha ha jól tudom, akkor kedvence a triatlon is, sőt ott posztot is töltött be. Ez így van, nagyon jól tájékozott a pályafutásomról. És ez még nem minden. A TAD-ban volt egy úszoda, igen, amelynek a lehetőségeit kihasználva nem csak úszás oktatással és úszás versenyzéssel foglalkoztunk, hanem az úszás sportágat magában foglaló triatlonnal is, amelyet gyakorlatilag én akkor kedveltem meg, amikor még a főiskolán egy élménybeszámolóját hallottam a Kropkó Péternek, és nem volt kérdés számunkra, hogy megpróbálkozunk akkor a triatlon sportággal is, és lám-lám, az a triatlon sportág hozta a nagyobb eredményeket. Egyébként a Kropkó Péterről csak annyit, hogy tényleg egy hihetetlen ember, és tényleg annyira népszerűsítette a triatlont, hogy egy csomó ismerősöm nekem is tényleg éppen a Kropkó Péter hatására kezdte el. Hát aztán vagy folytatta, vagy nem. Hát az már... Na de ez egy rendben van, de edző is volt, nem? Természetesen, ügyvezető. Természetesen, hát nem annyira természetes, hát hogy valaki... Egy testnevelő tanár az azért edzősködik is az jobbára. Igaz. És emellett az ügyvezetői szerepkört is föl kellett vállalnom, és föl is vállaltam. Na most kis tartsa, ahhoz képest, hogy a Triatlon Szövetségnek a főtitkárával is beszélgetek, az nem volt pici hely ahhoz, hogy egy ilyen pozícióba kerüljön, polgármester úr? Nem túl nagy a hely, az való igaz, viszont az adottságai, a földrajzi elhelyezkedése, az vonzóvá tette a fővárosi külső kerületek gyermekei számára is, hogy nálunk sportoljanak. Ezért mi egy nagy befogadó egyesület lettünk, mi nekünk több mint 100 sportolónk volt, amikor a legjobban ment a szekér, hogy úgy mondjam. Mennyi ön? 10-12 ezer laknak, ugye kis? Most jelen pillanatban igen, akkor még 10 ezer fő körül mozgott, amikor mi a triatlonnal foglalkoztunk. Sok együtt ment? Hát a helyieket kell megkérdezni. Én azt gondolom egyébként, ha a statisztikát nézzük, akkor igen, most már több együtt ment, mint a... Na tudja, miért kérdezem? Tőzgyökeres, persze, hogy nem. Na tudom. Miért? Hát azért, mert így nevezik a helyiek azokat, akik beköltöztek egyfelől valamikor. De hát polgármester úr is ezek szerint Nyíregyházán született. Igen. De hogy került oda, mármint kis tartsára? A főiskola elvégzése után állást kerestem, és elsősorban Budapest környékét szemeltem ki, és 7 települést néztem végig, meg ne kérdezze, hogy melyik nem, volt nem, pontosan. Nem, valakit kihagynánk esetleg, de és megsértődik. Így van, a végén a kis tartsára esett a választás, és úgy kerültem oda. De nem bántam meg. Abszolút nem bántam meg. Első pillanattól, hogy leszálltam a hévről, abban a pillanatban megtetszett nekem a város. A gyerekek már ott születtek? Így van. Mind a kettő? Nem mind a kettő a kistartsai kórházban, csak az egyikük, a fiam, a lányom Budapesten született. Értem. Na most nem véletlenül kezdem én itt a sporttal, hát azért nem minden nap ül az ember egy olyan polgármesterrel egy asztalnál, aki testnevelés szakos is volt. De ami arra jutott eszembe, amikor az előbb mondta, hogy sportélet és tényleg nagyszerű befogadó. Nem hiszem, hogy Magyarországon, vagy legalábbis Pest megyében sok olyan hely van, ahol még amerikai foci is van, mert én úgy tudom, hogy létezik a kistartsai Firebirds. Mármint a tűzmadarak. Létezik, illetve létezett nincs inkább. Nincs már, ja. Már nem annyira vannak, de volt egy kísérlet néhány éven keresztül, amikor is a szomszéd településen Csömörön működő Procter & Gamble Higinet Kft. Dolgozói, nyilván ők hozták az amerikai mintájú sportágat,
ők próbálkoztak, és a mi sportpályánkon. Tehát ezért lett kis tarcsai Firebirds. Hát azért mondom, ez meglehetősen ritka. Szóval önnek, mondjuk azt is kérdezhetném, hogy miért lett polgármester, de inkább majd a végén. Szóval nem volt új ez a dolog, mert hát alpolgármester is volt, igaz? Igen, hát én végigjártam azt gondolom a ranglétrát. Ranglétrát vagy szamárlétrát? Szamárlétrának is nevezhetjük, külső bizottsági tagként kezdtem, aztán képviselő lettem. Voltam bizottsági elnök, természetesen a sportbizottságot vezettem, és azt követően pedig alpolgármester, majd végül a polgármesteri szék következett. Mindig próbáltam tanulni, fejlődni, tapasztalatokat gyűjteni. Ha már itt tényleg szóba kerül kis tartsa, akkor azért nyilvánvalóan ön is hát a legelső pillanatoktól kezdve ismerkedett kis tartsa történetével. Na most én azt olvastam, hogy állítólag már a 10-13. Század táján is volt ott valamiféle település. Persze. Persze, mint a minden település ilyen. Én azt gondolom, ez Budapest környékén nem meglepő. Tehát a földrajzi elhelyezkedése a Gödöllő irányába eső mi volta, miatt már abban az időben is település volt, aztán sajnos a török időkben teljesen elnéptelenedett, és ezért került sor arra Mária Terézia idején, hogy szláv ajkú, úgymond tótokkal telepítették be nem csak Kistarcsát, hanem a szintén elpusztult Nagytarcsát, Kerepest, Csömört, tehát az egész környéket, de nem egy helyről. A mieink 99%-os biztonsággal Trencsén környékéről, Belusa településről érkezhettek. Nagyon sok Belus nevű van a szlovákok között, mai napig is, és annak nyomán indultak el ebbe az irányba, és egy ragyogó partner találtunk a belusaiak szerepében. Létrejött a testvérvárosi kapcsolat, amely ragyogóan fejlődik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hivatalos kapcsolatok már rég a feledésbe merültek, baráti viszonyokat ápolunk, intézmények közös pályázatokon vesznek részt, illetve nekem is személyesen van egy nagyon jó barátom, meg fog lepődni, orosz testnevelés szakos tanár. Laci Lúzecskának hívják, a felesége pedig kékőbe való magyar ajkú lány, aki palócosan beszéli a magyart, és ő pedig a nejemnek a kollégínája, mert mint a nejem tanító, ő is, meg a nejem is. Ez igen. És akkor az illetővel milyen nyelven beszélget? Természetesen paruszki. Paruszki. Na most, ha már itt a településeket, a szomszédokat említette, valamikor a 70-es évek végén egyesítették Kerepest meg Kistarcsát, ugye? És akkor lett valami Kerepest tarcsa, vagy mi lett? Igen. Na de erre ki örült ott? Én azt gondolom, hogy az egy másik korszak volt, azt gondolom, hogy nem nagyon kérdezték meg a lakosságot erről. Valószínű. Kerepest tarcsa lett 1979-ben, ha jól emlékszem, és ez 1995-ig tartott, amikor is többszöri próbálkozás után végül is Kistarcsán oldották meg a fejtörést. A kistarcsai népszavazás hozta azt az eredményt 94 végén, hogy 95. január 1-től Kistarcsa és Kerepes külön folytassa az életét. Szaszét összeházasították erőszakkal, aztán népszavazás saját népszavazás után szétvált, így van. Ez olyan, mindig vannak ilyen viták, én emlékszem, hogy Balaton-Boglár meg Lelle, ott is voltak mindig ilyen viták, hogy most együtt vagy külön. De hát nyilvánvalóan én ezt csak gondolom, meg hát jó néhányan már elmesélték, hogy ennek a bizonyos szétválásnak általában az az oka, hogy a játszó személyek nem mindig ugyanazt a támogatást kapják, mert most nem tudom, hogy volt annak idején, de lehet, hogy Kerepes éppen nem úgy kapott, mint Kistarcsa, vagy fordítva. Szóval ezeknek az ilyen kétszerházasságoknak mindig ez a vége, legalábbis azt hiszem. Igen, itt is ez volt a fő motiváció mozgatóerő. Kerepes mindig is keveselt a rájutó fejlesztési részt, amiben tegyük hozzá volt is némi igazságuk. Egyrészt, másrészt pedig a kerepesiekkel sajnos a szétválás követően több mint 10 évig tartó vagyonjogi per következett, amely aztán végül is néhány éve megoldódott. Na most én azt hiszem, hogy ön hogy a határvonalon volt, mármint az alpolgármesterség idején, mert utána, amikor város lett Kistarcsa, az a 2005-ös Kistarcsa, a kérdés első fele az, milyen volt az ön számára ott, hiszen akkor már nagyjából majd, hogy nem ott volt. Akkor bizottsági elnök voltam, képviselő voltam, és sportbizottsági elnöke. Na most az, hogy város lett,
az milyen változást hozott a település életében? Mert itt vannak bizonyos kritériumok, amiknek meg kell felelni, stb. Stb. Ez most egy olyan nagyon nagy feladat volt, vagy pedig hát szárnyalni kezdett Kistarcsa? Én azt gondolom, Kistarcsa megérdemelte, hogy város lett. Tehát azokat az előírásokat szinte maradéktalanul tudta teljesíteni, amelyek a pályázathoz szükségesek voltak. Tehát itt az infrastruktúra tekintetében, az intézményhálózat tekintetében, a lakosságszám, a általános fejlettségi mutatók, az iskolázottság, sorolhatnám, nagyon sok kritérium volt. Ezekben megfelelő bizonyítványt kapott a város, ezért is kaphatott városi rangot. De ez nem azt jelenti, hogy nem maradt tennivaló. Nyilván vannak olyan településrészek, amelynek a fejlesztése fontos, illetve fejlesztése szorul, ahhoz, hogy tényleg el lehessen mondani róla, hogy város. Úgyhogy a legutóbbi kampányunk is ugye ezt tűzte ki célul, hogy élhető kis várost teremtsünk abból a városból, amelyik ugyan már 2005 óta városi rangot visel, de van még bőven tennivaló. Azt gondolom, hogy az elmúlt három évben szerénytelenül azért, hadd mondjuk, hogy tettünk azért, hogy a városkép mindenki számára követhetően kisvárosi képet kezdjen mutatni. Rengeteg járdát építettünk, készültek terek, felújítottunk tereket, felújítottunk épületeket, az intézményhálózatot bővítettük, felújítottuk intézményeinket, energetikai korszerűsítések történtek. Én azt gondolom, hogy a városi címnek megfelelünk. Mi az, ami hiányzik? Sok minden hiányzik még, sajnos. Többek között nagyon szeretnénk egy tornacsarnokot. Hát, mint egy véletlenül. Igen, sajnos tornatermeink vannak csak, amelyeknek a befogadó képessége nem elegendő, különösképpen azért, mert időközben mindennapos testnevelés hirdetett a kormány, egyébként megérzem nagyon helyesen, viszont ez kapacitásbővítést is igényel. Ezen kívül egy ekkora városnak szüksége van egy tornacsarnok méretű, befogadó képességű csarnokra, ahol nem csak sport célú rendezvényeket és összejöveteleket lehet tartani, hanem természetesen más célokat is, akár koncerteket, hadd ne soroljam, egyéb rendezvényeket. Ezen kívül pedig a legfontosabb feladatomnak tartom, megtartjuk most már azt, hogy miután megkaptuk az internáló táborból, amely egyébként a város kellős közepén helyezkedik el, az utolsó 1 hektáros területrészt, igen, a kulcsfontosságú épületekkel, ezért eljött az ideje annak, hogy méltó emléket állítsunk az ott történtek, ott szenvedettek emlékére. Na álljunk meg itt egy pillanatra, mert azt hiszem, hogy ez egy kis bővebb magyarázatot igényel, hiszen azt, hogy Kistarcsa és internáló tábor, ezt nagyjából mindenki tudja, akár történelemből, akár koránál fogva, de legalább annyian vannak, nyilvánvalóan a későbbi generációra gondolok, amelyik nem tudja, hogy egyáltalán mi történt ott, pedig hát azt hiszem, hogy nem lehet elmenni, finoman fogalmazva, emellett szó nélkül. Szóval azokban az években nagyon sokan megszenvedték ezt. Na most valamiféleképpen ennek, és ezt tudom, hogy emléket kívánnak állítani, vagy pedig legalábbis megismertetni mindenkit azzal, hogy ott mi minden történt. Jelenleg azt néztem itt, amikor megtudtam, hogy beszélgetni fogunk, hogy van ott egy emlékfal vagy emlékhely, na de nyilvánvalóan ennél sokkal többet szeretnének. Ez így van. A tábor területét, amely durván 2 hektár volt, és hangsúlyozom, a város kellős közepén, eredete az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Pullman vagonokat készítették, egy óriási üzem volt, 6000 munkással, akik elsősorban az Alföldről kerültek föl, neki külön lakótelepet kellett építeni, a lakótelepnek külön volt óvodája, iskolája, illetve ABC-je is, tehát teljesen önállátó volt, város volt a városban, vagy település a településben. És sajnos a 33-as gazdasági válság véget vetett ennek a korszaknak, tehát az ipari korszaknak, ezt követően a Horthy rendszerben a belügyminisztérium kezelésébe került, ahol csendőrlaktanyaként kezdte a pályafutását, de 1944-ben már sor került az első internálási szerepkörre is, amikor is köztörvényeseket, prostituáltakat, nyilasokat, kommunistákat fogtak össze és tartottak ott, majd pedig a zsidók deportálása is sajnálatos módon innen történt. Körülbelül mennyien voltak akkor ott? Itt annak idején a zsidók internálásáról beszélünk, 1944-ben. Igen, utána jön majd a még hírhettebb korszak, 50 és 53 között,
majd 56 után. Na, oda akarok kilukadni, hogy a tábornak ilyen értelemben a befogadó képessége. A befogadó képessége egyszerre 8-10 ezer embert fogvatartását jelentette. Hát majdnem az egész lakosság. És miután ez évekig tartott, tehát ez csak egy előszele volt a zsidó deportálás, hiszen 50 és 53 között több tízezer fogvatartott járt ott, nem önkéntesen, majd pedig 56 után szintén több tízezer emberről beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés település lehet az országban, ahonnan nem került oda sajnos akaratán kívül valaki, ezért azt gondoljuk, hogy ez egy nemzeti ügy is. Igen. És egy igazi emlékmúzeumot szeretnénk létrehozni. Van még egy épület a sok közül, amelyik az 1953-as beosztást mutatja, az kínálkozik arra, hogy a leghitelesebben át tudjuk alakítani emlékhelyét, és a Városi Könyvtárral együtt szeretnénk majd üzemeltetni ezt a múzeumot. Akkor ez azt jelenti, hogy most lehet, nem akarok butaságot mondani, ez lenne a Kistarcsai terrorháza? Nevezhetjük így is, de nem akarjuk elorozni az András út 60 elnevezését. De funkcióját tekintve. De a terror szót sajnos használnunk kell a tábor történetével kapcsolatban, hiszen többek között 4 papot halálra vertek a falai között, egyiküket Meszlényi Zoltánt 2009-ben a pápa boldoggá avatta. Ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat meg lehessen valósítani, természetesen, mint mindenhol máshol, itt is pénz kell, nyilvánvaló. A kérdés mögött az bujkál, hogy ugye most kormányzati segítség nagyon sok településnek, átvállalják az adósságot, stb. Stb. Önöknek sikerült eladósodni, vagy nem sikerült eladósodni? Ravasz beugrató kérdésére a válasz, hogy azon kevés települések egyike vagyunk, amelyiknek egy fillér adósága sem volt. Várjál, lekopogom, várj. Most így. Jelen pillanatban a legutolsó beruházásunkhoz föl kellett venni egy kicsit, 40 millió körüli összeget. Forintban? Forintban. Nem devizában. Van, nem devizában, amelyet azt gondolom, hogy tudunk az 1 milliárdos költségvetésünkből, illetve közel több mint 1 milliárdos költségvetésünkből megnyugtatóan fizetni, és nem szándékozunk a takarónkon túlnyújtózkodni, tehát nem is akarom ezt taglalni. A lényeg az, hogy ennek a státusznak a kapcsán igenis mi várjuk, hogy a kormány megkülönböztetett figyelembe részesítsen majd bennünket, és mi azt gondoljuk, hogy el tudnánk képzelni egy olyan kormányzati segítséget, amely az internáló tábor hasznosítása irányába mutatna, az emlékhely kialakításának irányába mutatna, illetve a tornacsarnok megépítésének irányába mutatna. Hát ilyenkor ugye a következő kérdés mindig az, hogy nem lehet-e valamiféleképpen EU-s pénzeket szerezni. Ezt a kérdést természetesen félig meddig álkérdésnek szánom, mert úgy tudom, hogy ön például nagyon tevékenyen részt vett az Európai Uniós pályázatok, hogy mondjam, koordinálásában, szervezésében, nem? Hát nézze, vannak ismereteim arról, hogy hogyan működnek pályázati rendszerek, hiszen az egyesületi korszakomtól kezdve ebben az országban mindenki pályázatokból szerez pénzt, tehát bele kellett tanulni egyrészt. Másrészt a Pest megyei önkormányzatnak is tagja vagyok, ahol nyilvánvalóan még pályázati kiíró is voltam, tehát tudtam, hogy működik egy pályázat. Azon kívül pedig az EU-s pályázati rendszer kapcsolatban az mifelénk Pest megyében köztudott, hogy a központi régió az nem túl előnyösen ellátott pályázati lehetőségekben. Így finoman fogalmazva, igen. Nem bántjuk Budapestet, szeretjük, imádjuk a fővárosunk, de a Pest megye és Budapest összeházasítása a közép-magyarországi régióvá azt eredményezte, hogy túlságosan fejlett mutatókat mutatunk az EU számára, és emiatt bizonyos pályázati alapokat ki sem írnak, vagy hogyha vannak is kiírva, akkor magasabb önrészsel működik, vagy sokkal több pénzzel, vagy kevesebb pénzzel, amit kiírnak felénk. Ettől függetlenül állandóan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és az EU-s pályázatokon túl a norvég alapot is figyeljük, illetve várjuk, hogy remélhetőleg a megyei szerepkör bővülni fog területfejlesztési funkcióval, ehhez pénzt kap a kormánytól, remélem jövő évtől, és oda is szeretnénk pályázni az ügyes-bajos dolgainkkal kapcsolatban. Lesz még Görhöny Fesztivál? Bízunk benne, hogy igen. Nagyon mondja már meg akkor a nézőknek, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Hát a Görhöny az egy Tócsninak, Görhönynek és egyéb szláv elnevezésekkel elnevezett ételnek a neve. A fesztivál azért alakult ki nálunk, mert ugye, mint korábban említettük, tót gyökerű település, és jellegzetes tót étel, könnyen elkészíthető, ízletes tót étellel szeretett volna előrukkolni a helyi kulturális egyesület, és ez egy ragyogó teli találat lett.
ilyen alkalmakkor egy fesztivál van a városban, különböző fellépők szórakoztatják az embereket, miközben több csapat készíti a görhönyöket, különböző ízesítéssel. És ön már készített ilyet? Én személyesen még nem. Na, csak azért kérdezem, mert olyan finomakat csinálnak, ezt, csak részt vesz? Én csak résztvevő vagyok ebben. Én más szervezek. Mit? Én a Böllér Fesztivál szervezem. Na, és a Pántlikában az a kedvencem, a Böllér Fesztivál. Böllér. Hát az már egy komolyabb, azt hiszem, egy kicsit. De én még ilyet is olvastam, hogy Pántlika. Pántlika? Hát az egy együttes. Na egy, azért mondom, hogy ők vannak? Fellépők. Uh-huh. Igen, vannak. Természetesen büszkék vagyunk arra, hogy ahhoz képest, hogy mi egy agglomerációs település vagyunk, uh-huh. szokták mondani, hogy alvóváros, igen. ahhoz képest elég színes kulturális és sportéletünk van. Körülbelül több mint 40 egyesületünk van, akik gyakran több mint 100 egyesületi tagság, fő egyesületi tagsággal uh-huh. rendelkeznek, tehát nyilvánvalóan tartalommal töltik meg az egyesületek életét. De hát ha már a kultúrát említi, szóval a kistarcsai napokra azért most nem kell a környéken lakni, arról már nagyon sokan hallottak. És még egy, hogy legalábbis úgy tudom, hogy ott színházról is szó volt, vagy van? Volt színház, a kistarcsai színház. Dr. Patkós József volt az egyik iskolánk igazgatója, uh-huh. aki egyébként színházi rendező, is amatőr színházi rendező, vagy talán inkább nem is annyira amatőr, mert ragyogóan szervezte ezeket az előadásokat. Ő csinált több előadást is, vendégművészekkel megspékelve, többek között Helyei László is volt nálunk. Egyébként, hogyha most én lennék az ottani utazási irodának a vezetője, szóval a turista csalogatóként, azért szóval el kell menni Kistarcsára, ezt most a nézőknek mondom, egy gyönyörű szép templomok vannak, és mindenféle látnivaló, függetlenül attól, hogy ilyen értelemben ez nem egy nagy település, egyetlen egy még itt a végén megélhetés. Kettős a kérdés, miből élnek Kistarcsán, a másik meg, hogy van-e munkanélküliség? Sajnos van munkanélküliség Kistarcsán is. Én azt gondolom, az átlagtól kisebb mértékű, hiszen a főváros közelsége lehetőséget biztosít. A korábban említett albóvárosi kifejezés is ebből adódik, hogy az emberek többsége Kistarcsáról Budapesten dolgozik, illetve esetleg a másik irányba Gödöllő is kínál munkalehetőségeket, de hála jó égnek az utóbbi időben több cég telepedett le, új cég Kistarcsán is, ők is további munkaerő kínálattal jelentek meg, illetve a szomszéd településen Nagytarcsán is nagyszabású ipari park van kibontakozóban, amelynek van munkaerő felszívó képessége. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, az országos átlagnál jobb a helyzet. De amikor meghirdetünk egy-egy állást, a jelentkezők magas száma azt mutatja, hogy azért van munkanélküli bőven. Még egy percben arra kérni, nem is választ, hanem inkább azt mondanám, hogy mennyire megbecsülik, ha már a kultúráról és a művészetről meg a színházról volt szó, azokat, akik valamiféleképpen kötöttek Kistarcsához, Simán Di Józsefre gondolok és Cipőre. Természetesen mindkettőt megbecsüljük. A Simán Di Józsefnek szobra van, köztéri szobra, tér van elnevezve róla, igen. lakótelep van róla elnevezve, és az iskolánk, az általános iskolánk is róla van elnevezve. Cipőnek pedig a sírja található a mi temetőnkben, amelyet sokan látogatnak sajnálatos halála óta. Uh-huh. Hát polgármester úr, spasiba balsója. Nyilvestő. Jöjjön. Jöjjön máskor is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a hatos csatorna meghívását. És azt hiszem, hogy akárki, aki járt arra, vagy nem járt arra, aki nem járt, az nézze meg Kistarcsát természetesen, aki pedig járt arra, az pedig mindig jó szívvel menjen és emlékezzen a városra. További sok sikert a munkában, a családban, szépen. Meg hát hajrá Kistarcsa! Hajrá mindenkinek! Köszönöm szépen! Köszönöm, polgármester úr!